A Magyar Ápolók Napja alkalmából a Kátai Gábor Kórházban szervezett ünnepségen megjelent kórházi dolgozókat, dr. Suba Lászlót, az AEEK regionális igazgatóját, Nagyné László Erzsébet főigazgatót, dr. Svéda Szabolcs István orvosigazgatót, Kabai Anna Máriát, a Magyar Ápolási Egyesület karcagi szervezetének elnökét, Pánti Ildikó és Szepesi Tibor önkormányzati képviselőket, Bődi Szilvia ápolási igazgató köszöntötte. Kossuth Zsuzsa életét Kabai Anna Mária méltatta, majd Nagyné László Erzsébet, dr. Suba László és dr. Svéda Szabolcs Iván köszönte meg a szakápolóknak azt az önzetlen, magas szintű és odaadó munkáját, amellyel a nap 24 órájában a kórházban fekvő betegek gyógyulásáért, ápolásáért dolgoznak. A köszöntők után a Kátai Gábor Kórház vezetősége, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriuma és a Magyar Ápolási Egyesület helyi vezetőjének támogatásával jutalmazták, elismerték a kórházban dolgozó ápolók munkáját. Közösségi munkája elismeréseként oklevelet vehetett át Németh Lászlóné ápolónő, aki munkáját a csecsemő és gyermekgyógyászati osztályon 32 éve mindig odaadással igyekezett el végez. Tetszett nekem, hogy a gyerekekkel, legfőképp a gyerekekkel foglalkozni, és a betegápolás miatt, hogy segítsek másokon. És miért pont a gyerekosztály? Kezdetek óta ott van, vagy ez így alakult? Kezdetek óta ott vagyok, és nagyon szeretem. Jó a közösség is, és tényleg nagyon jó. És mennyivel érzi nehezebbnek az önök munkáját, hiszen azért kisbabák és kisebbek is ott vannak, nincs ott mindig az anyuka, tehát ilyenkor pótanyuka is egyben? Van, amikor igen, van, amikor nem, mert benfekszenek a szülők, és az nagy segítség nekünk. És mi a szépség ennek a pályának ön számára? Hát azt, hogy tudunk segíteni másokon, azt a szeretet, hogy mikor elmennek, és látjuk, hogy meggyógyult, és tudtunk így segíteni. A másik díjazott Füzesi Jánosné ápolónő volt, aki a rábízott feladatokat maximálisan ellátja, és szakmai tudását számos esetben bizonyítja. Máshol el se tudnám magamat képzelni, hát az elismerés meg nagyon meglepett. És miért választotta ezt a pályát? Családindítatásra, vagy valami más vonzotta? Világéletemben, pici babakorom óta, kisgyerekként is ápolónő szerettem volna lenni. Melyik osztályon dolgozik? Intenzív. Akkor azt gondolom, hogy nem egyszerű feladat, hiszen azért ott sok tragédiát is lát az ember. Hát igen, de mindenből erőt merítünk. És mi jelenti az erőt, hiszen a család gondolom ön mögött áll, akik segítenek ebben, hiszen ahogy itt elhangzott, ez egy 24 órás feladat. Hát igen, a családi háttér az borzasztó sokat jelent mindannyiunknak, hiszen elhangzott, nincsen se ünnepünk, de megéri, mert ez egy hivatás, és csak ebbe tudunk, én legalábbis csak ebbe tudom magam elképzelni. Harmadik elismerést Kacsándi Mihályné ápolónő kapta, aki közel 40 éve dolgozik a kórházban. Szerettem az emberekkel bánni, úgyhogy szerettem így dolgozni. Jelenleg melyik osztályon dolgozik? Jelenleg a mozgásszervi rehabon dolgozok 3,5 éve. Előtte a belgyógyászaton dolgoztam 21 évig, és azelőtt meg 15 évig az intenzív osztályon. És a család gondolom azért ott áll ön mögött, hiszen itt elhangzott, hogy azért itt nem 8 óra a munkaidő. Hát igen, igen. Hát ők ugye hiányoltak, főleg a gyerekek, mikor kicsik voltak, ugye nehezebb volt megoldani a családi dolgokat, mikor dolgoztam. Soha nem bánta meg, hogy ezt a pályát választotta? Nem bántam meg. És mi jelenti a kikapcsolódást? Hát, sütés-főzés a családnak. Szolnokon a megyei ünnepségen a megyei szervezettől vett át elismerést Sebő Ildikó, aki 32 éve dolgozik a kórházban. 1988. augusztusában kezdtem a szülészet újszülött részlegén. Nagyon szeretem a kisbabákat, a gyermekeket, és ez egy tudatos döntés volt számomra, hogy kisbabákkal foglalkozzam. És volt esetleg valaki a családban, aki már a kórházban dolgozott, vagy inkább ez csak egy a saját elhatározás vitte végig, és így került erre a pályára? Nem volt a családban, a nővérem szült, és pontosan abban az évben nagyon megtetszett neki, és akkor ez a csecsemős nővérek munkája. Ő beszélt erről a dologról, és átadta a tapasztalatait, ezáltal nekem nagyon megtetszett, és ahogy beadtam a jelentkezésemet, fel is vettek rögtön.
És hát azért azóta is folyamatosan tanulni kell, hiszen ez az a pálya, amit elhangzott, hogy folyamatos tudásra és tudás megújulása van szükség. Igen, és akkor hát 22 év után váltás volt számomra. Kisfiam születése után egy műszakos állásba kerültem. A reumatológiai szakrendelőben, mint asszisztensként dolgozom, már most 10. éve. Önből sugárzik, hogy nagyon szereti ezt a pályát, tehát nem választana másikat, én úgy gondolom, hiszen régóta ismerjük egymást. Nem választanék másik pályát, én nagyon szeretem ezt a szakmát, úgy, mint az egészségügyi munkát. Nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, foglalkozni vele. Úgy gondolom, hogy hozzám bármikor fordulhatnak segítséggel, és én türelemmel, megértéssel válaszolok mindenkinek a kérdéseire, és ezért szívesen is fordulnak hozzám tanácsaikkal. A másik megyei díjazott Karmacsinyi Orbán Henrietta 21 éve dolgozik a kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályán szakápolóként. 21. éve már most, 2000-ben kezdtem, 8 évet dolgoztam nőgyógyászati osztályon, és most 13. éve a mozgásszervi rehabilitáción dolgozom. Mi hozta hajdan erre a pályára? Hát szeretem az emberekkel való foglalkozást, szeretem a segítségnyújtást biztosítani, akin csak tudok, ez lényegében, meg családom belül is van egészségügyi dolgozó más is. És mondjuk azért a 2 évtized alatt biztos volt, amikor családtagot kellett, vagy rokont kellett tápolni. Ilyenkor az ember, ez nagyobb teher? Igen, sokkal nagyobb teher, meg izgalom, stressz, úgyhogy biztos nem úgy sikerül semmi, ahogy elképzeltük, de megoldjuk ezt is, megoldottam. És mi jelenti a szépségét ennek a pályának az ön számára? Hát az embereken való segítségnyújtás, beteg emberek ápolása, akin csak lehet a maximumot kihozni belőle és segíteni.